Kik a szivárvány követő rajon? Nézd meg, anyám, rongyolok Dunakeszire, és mondom, ezt a szivárványt én ezt belököm neked, mert úgy látom, hogy még a ég se tiszteli itt a szivárvány törvényeket, érted? Ó, itt te? Csí, na mibe van? Anyukám, jön a szivárvány. Jön a főjelentő, ösztör, szeretettel köszöntelek be, elég neked ennyi a szivárványból, mert még rádrugnak kettőt, nagyon csúnyán, tehát, hogy te még itt nézegeted a szálak. Na most én már pattanok Dunakeszire, millió az ügy, nem tudod elképzelni. Szóval, ami szivár, na hát ez is, te ezt hallottad, ezt a főjelentőst, hát ez óriási. De képzeld el, most a következő kapaszkodót, hát ez úrva jó, nézzek. Nézzek el, olyan előkelő helyre hoztam. És képzeld el, na most a következő van. Szóval is sztorizom neked, mert van időm, mert te rongyolk a Dunakesze. Azt mondtam. Szóval képzeld el, hogy van egy olyan új törvény, hogy te följelentheted a szomszédot, meg bárkit. Érted? Szóval, hogy te megállapítod, hogy a szomszédba, érted, nem az alaptörvénynek megfelelően az apa, az apa, az anya, az nő, a férfi, minden idiótaság. Ha nem úgy vannak, akkor te följelenteted, mert neked nem tetszik, érted, ahogy őt a gyereket nevelnek. Ha hetero a pár is agyonveri a gyereket, nem, akkor nem oda kell telefonnak, akkor nem jelented föl, mert az nem. De ha mondjuk egy nemű pár, vagy mondjuk összeköltözik két kis egyetemista kislány, már telefonálsz, halló, nem mondom a nevem, de a szomszédban nagyon-nagyon-nagyon nem tetszik, ahogy élnek. Érted? Névtelenül jelentünk fel. Utoljára egyébként úgy, akiket följelentettek, azokat eldeportálták, tudod? Szóval azért remekül haladunk. De ha nehogy Isten, ez szóval szuper az irány, de ha nehogy Isten, ez nem tetszene, vagy ez neked nem lehet, akkor ott van a státusztörvény, amivel viszont ki tudod csinálni a tanárokat. Érted? Már nem te, ők. Érted? És a jövő nemzedékével egy ilyen jó masszát csinálunk. Szóval van státusztörvény, ott a tanárokat lehet kicsinálni. Halál jó! Most erre mondok neked egy példát, egy nagyon érdekes dolgot írt nekem egy követő rajongó Erzsébet. Várjál csak, közben nézem nem a Viber-t, mi az? Tudod mit? Ki mondja, hogy merre menjél. És kezd közsúvulett, hogy ír, ja igen. És azt mondja, várjál, ezt elkezdem az elejétől, mert most már össze vagyok zavar. Mit nézek? Nem Viber, mi az Isten? Na mindegy, a kék hülye figó. Waze, azt akartam mondani. Szóval, és egy nagyon érdekes dolgot írt, ez egy David Attenborough-nak egy, Sir David Attenborough-nak egy megfigyelésé, várjál, 740 méternél takabalra, azt mondja. És következőt írja le David Attenborough, ha beleraksz egy üvegbe vörös tűzhangyákat, várjál, 510, és fekete hangyákat, szépen belerakod, bemásznak a hangyák az üvegbe, halál jól el vannak. De az ég adta világon semmi problémájuk egymással, érted? Viszont, ha megrázod azt az üveget, akkor feléled bennük, vagy csak közben nézem, egy harci ösztön, és egymásnak támadnak, és megölik egymást, és ellenségei lesznek egymásnak. Egyébként nem azok. De ettől a pillanattól kezdve bekapcsol az agyukba egy ilyen egymásnak ugrasztás, és akkor viszont kicsinálják egymást a hangyák. Na most kérlek szeretettel, kérdem én, ha ilyen jól megvannak a hangyák, addig a percig, amíg meg nem rázzák az üveget, akkor ki a hibás? A hangyák a hibásak, hogy egymásnak ugornak, és megölik egymást? Vagy esetleg az a kéz a hibás, amelyik megrázta az üveget? Mert én nekem az az érzésem, hogy az a kéz a hibás, és az tehet arról, hogy egymás ellenségeivé válnak, ugye ezek a hangyák, mert valaki megrázta az üveget. Na anyukám, te nálunk úgy rázzák ezt az üveget, amit akarok neked ebből kihozni, érted, hogy már végre jusszak a mondatomnak, hogy te nem tudod elképzelni. De most már törvényben, érted, hogy egymásnak, tehát, hogy jelentsd föl a honfitársadat. Érted? El tudod ezt képzelni, hogy hova jutunk? Szóval figyelj ide! Emberi dolog az egész, ne jelentsd föl. Soha, senkit, semmiért. Békességbe próbálj megélni a másik mellett, elfogadni olyannak, amilyen. Tehát ezt az aljasságot, amit csinálnak velünk,
Úgyhogy most már itt tartunk, hogy a saját honfitársainkat magyar a magyart följelenteti, a tanárt kicsinálhatod, mindez. Egészen fantasztikus az út, nem tudom, hogy ezeket a károkat majd mikor is, hogy lehet majd a társadalomban majd újra, nem tudom, normalizálni, és ez mennyi év, de hát mindegyet ez van. De pont így eszembe jutott, hogy kérlek szeretettel Brownine Innben 1889-ben április 20-án születik Adolf Hitler, azaz ma van a szülinapja, ugye nem baj, ha nem köszönteném Adolf Hitlert. És ennek kapcsán kézzel elkezdtem nézni ilyen dokumentumfilmeket, és nagyon érdekeseket néztem. Egyébként egy filmet, a Robert Carlyle, vagy hogy hívják a főszereplő, azt már egyszer javasoltam neked, az pedig nem más, mint a gonosz születés. Ezt mindjárt ki fogom neked itt linkelgetni, érted, hogy te azt meg tudjad nézni. Na és az a film úgy kezdődik, hogy ugye Edmund Burke-nek egy gondolatával kezdődik, aki azt mondja, hogy a gonosz akkor tud győzedelmeskedni, hogyha a jók hallgatnak. Tehát, hogyha vagy nem tesznek semmit, most úgy emlékszem, hogy pontosan ez a fordít, ez mindjárt kilököm neked angolul, mert angolul megvan, és akkor te ezt befordítod magadnak. És ez tényleg így van. Na mindegy, ezt a filmet, a gonosz születését, azt érdemes megnézni, hogy kerül hatalomra, hogy ragadja meg a hatalmat. Egyébként, ha ezt belököd a YouTube-on, jó, YouTube-os a Cilla, tudod, többek között, akkor nagyon sok dokumentumfilmet fog földobni a YouTube egyébként a témával kapcsolatban, hogy kerül hatalomra, hogy szerzi meg, Hitler bankáráról is van, az is egy nagyon érdekes. De ugye a másik, ami után elkezdtem olvasgatni, az nem más, képzeld el, mert hogy a tegnapi napon, április 19-én volt, na és akkor, szóval a tegnapi napja ott tartottam, április 19-én 1943-ban volt a nagy varsói gettólázadás, aminek az lett a vége, hogy porigrombolják egyébként a nácik majd a gettót, meg egész Lengyelországot. Azzal kapcsolatban egyébként érdemes megnézned az a Zongorista című filmet, gyönyörű egyébként ez a film, tehát az pont nem egészen erről szól, de hasonló a sztori, úgyhogy azt most nem tudom kilökni neked, de fogalmam sincs. De az egy nagyon érdekes, ha most elkezdtem olvasni, hogy egyébként a lengyelek hogy kezelték ezt a helyzetet, és nagyjából ugyanolyan rettenetes módon, mint a magyarok. És egyébként utólagosan a politika meg ugyanúgy kezeli, hogy mintha mi semmiről, de fogalmunk se volt, hogy micsoda, és mi történik. De mi aztán semmiről nem tehetünk. Úgyhogy nagyon érdekes volt egyébként ez a Varsóval kapcsolatosan. Arra most nincsen nekem, ja igen, várjál, még egy dolgot akartam mondani. Na mindegy, úgyhogy nagyon érdekes volt, aztán olvastam ilyen különböző kutatásokat, hogy egyébként hogy állt ez a lengyel társadalom, és volt egy nő, aki mentette ugye az üldözötteket, és írt erről később egy könyvet, és azt mondja, hogy hát könnyebb volt egy szőnyeg alatt egy tankot elrejteni, mint egy zsidó kisfiút, egy gyereket elrejteni egy keresztény lengyel családhoz, annyira ellenséges. Szóval nagyon érdekes volt egyébként, ugye, hogy mi és hogy történt ez az egész varsói gettólázadás is. Ezután is érdemes utána olvasni. Most viszont nekem tényleg már ott kell lennem, úgyhogy most nem tudok veled foglalkozni. Viszont betisztelek Böböcsül legkövetőt, rajongót. Jaj, várjál, Pest vármegyébe léptem. Ki anyád úristen, itt vármegyés, kéne most már király. De én a vityót ezt megfogom itten valahol koronav. Mondjuk Fehérváron. Érted? Az mégiscsak egy koronázási város, ha jól nézel ki. De jól áll a fényen a takarmánytok fejemet, nézhetjétek a közönség, drága arany követő rajongó, sok szeretettel köszöntelek titeket Dunakesziről, és nektek meg köszönöm, hogy eljöttetek ide a Csillagfűzőre. Nézd meg a követő rajongó, még utoljára, aztán eltakázunk, aludni akarok neki. Előbb fővettem magamat, amikor tükörből vettem a jelenetet. Most születik meg az Úr Jézus. Most gondoltam, bejavaslom neked, hogy nézd meg ezt a filmet. Az a címe, hogy ne civici, azaz a születés, a halálungarice. Egyébként meg YouTube-os. Nézzek most a három királyok, nézzek, most megérkeznek, most aranyat adnak neki, látod? Aztán kap tömjén, meg mirhát, tudod?
ezt fog kapni, ugye Krisztus az ízé születésekor. Azt nem tudom, a tömjén tudod mi, a mirha az egyébként egy ilyen afrikai faféle, amilyen illatos olaja van, így a kérgéből csinálnak valami, az a mirha, és aztán most kapja a tömjént. Látod? Nagyon jó a film, tök jó a rendezés egyébként. Halál jó a József, egyéb a Szála, meg a Mária is. Tömjén. Na, pif, most jön a mirha, látod? Na, és akkor képzeld el, hogy ugye, majd látod, de hát a sztorit meg már ismered, ugye, hogy Názáretből mennek ugye Betlehembe, mert Herodes ugye ki elrendeli, hogy össze kell számolni, de népszámlálást rendel el, tulajdonképpen, hogy a rómaiak azt akarják, és mindenkinek haza kell takáznia. Úgyhogy most innen menek Betlehembe. Na most ugye, mikor a három királyok, ugye Herodes megtudja a három királyoktól, hogy ugye Isten fia Messiás leszülete, akkor természetesen stúbba kerül, és Betlehemben minden két évnél fiatalabb gyermeket lemészárol. És aztán most az lett. Szóval nagyon érdekes, nézd meg, szeretettel javaslom ezt neked. Pipike meg Ika, nézd a arany, Pipi nyugodj, várja, itt meg a cilapatát látod. Te! Akkor mondom, ez a film, majd javaslok neked még egy pár filmet, jó, hogy hétvégén, ha uncizol, vagy valami, akkor Cilla az beajánl neked. Na most taka. Na itt van Herodes, látod, most rendeli el, hogy Betlehembe megöljék a fiatal, ugye a két évnél fiatalabb gyermekeket. Ő lenne a Herodes, látod? Halál Jeruzsálemben vannak, ugye a jeruzsálemi nagy templomot is. Tudod, amit a jeruzsálemi nagy templom az már nincsen, a Sirató fal ugye az egyik fal a templomnak. Úgyhogy ha elmész Jeruzsálembe, egyébként rettenetesen magával ragadó város, úgyhogy ezt érdemes megnézned. Inkább megnézed ott a nem tudom hány stációt, meg mindent. Figyelj, hát tényleg borzongsz tőle. Csoda, fantasztikus hely. Tehát, ami Anna Marival voltunk, tudod, a jó múltkor. Teljes idegbe is kerültünk. Tel Avivba is voltunk, meg a Jeruzsálembe is voltunk. Tudod? Na ott most, és akkor most izé mennek, és aztán az úr azt mondja, hogy menekítse ugye a gyermeket, és mennek izébe Egyiptomba. Halál elő.